hello, ezt a videót napok óta éjjel-nappal vágom, és már elegem van belőle, és nem hiszem el, hogy kész, vége van, de ezért jó háttérre már nem futottam, mert tényleg zéro energiám, csak a gyönyörű ferde falam, amiről a festék már pattogzik le. Ez az a videó, ahol az ismerőseim, családtagjaim, barátaim reagálnak a klippemre először direkt, mindenkinek felvettem az első reakcióját, mert ezt én is meg akartam örökíteni, viszont annyira sokan reagáltak, hogy egy dalba már nem fért bele, mert túl sok jó reakcióm volt, és ezért két részletben lesz. Reagált apukám, akkor a Ton, Marisék, Ducsi, Martin, szegedi barátok, keresztapukám, unokatesom, mindenkinek a YouTube csatornája és vagy social media elérhetősége az lent lesz az infoboxban, csekkoljátok le őket, nagyon szépen köszönöm nektek, és akkor érkezik az első turnus, amiben részt vett Dani, a 13 éves unokatesom, Réka, az egyik legjobb barátnőm, apukám, Martin, Kira és Levi. Levi, te még semmit nem tud. Semmi. Kira, te láttad a szöveget, de ennyi. Igen. De miért? Nem hallott el, te sem még semmit a dalból, nem láttad a szöveget, nem olvastad a szöveget, és nem láttad a klipet. Nem. A szöveget egyszer láttad, de azon kívül semmit nem hallott az egész. Semmit nem tud semmiről, igaz? Igen. Aki úgy szintén, mint ahogy szinte mindenki más, nem tud semmit. Születésem óta nem izgultam annyira. Scary don't need no press, kill em all, put em all stress, walk in bulletproof vest. Nem tudom, miért számít csak. Mert ilyen ez volt, hogy izé. Megpróbálom a cringe-ométeremet így feljebb pakolni a... Hogy meg elkezdtem én... Akaszd ki a cringe-ométeredet. Úgy volt, burug a filmet. Tavaly ezt a címet adtad? Annyira tiszteled. 3 perc, 53 másodperc, bátor, oké. Okay. Remélem, hogy cringe lesz a videó, nem? Hát igazából meg vagyok a győződve. Én a Martin reakciójától féltem egyébként a legjobban. Igen. És továbbra is elmondom, ezt úgy kell kezelni, hogy ez egy vicces, lighthearted, valaki, aki nem rapper, azt elmondtad nekik, hogy azért úgy tudják, hogy így bánunk, amikor megemlítetted én erre vagy akár. Kipróbáljuk is, hogy reagáltál? Igen, Martin, képzeld, már tök jól állok a rap számommal. Konkrétan remeg a lába. Akkor mehet? Jó, hát akkor mehet. Oké, mehet. Nem, mehet. Nagyon drága én. Buliba, ez a címe? Igen. Ó, ez jó az eset. Ez jó az eset. Ez jó. Milyen jó minőség? Kurva jó. Jó van, pápáló. De jó amúgy. Látom, használtad a Spanyolországba tanultakat. Ez a lényeg! A szettek a legjobbak. A szettek olyan jó. Isten, annyira vicces, hogy mindenkit ismerek, igen! A burka jó, most a sikler nézni! Ah, Ducsi, életem szerelme. Hogy van,
ilyen óriás hírességek lennétek, és befutott karrieretek van meg minden. Én még ilyen büszke anyuka nézem. Nagyon jó amúgy! Esküszöm! Egyen is vagy. Én nem hittem, hogy valahová jutunk eddig a pillanatig. Annyira szeretem, hogy van egy pár olyan pillanat, amikor megismerem azt a tekinteted, amikor úgy csinálsz dolgokat, hogy fogalmas sincs arról, hogy mit csinálsz. Van egy ilyen tipikus tekinteted, amikor úgy nézel, hogy itt csinálnod kéne valamit, de nem tudod, hogy mit kéne. És így... Könnyű megérzni ezt kéveget. Van megyek. Így fogják majd tolni retróba eszékét. Aztán úgy mekkora lenne, hogyha... Ha tudod, ezt így valaki nem mixelni, vagy valami, és azok mellé nekem öt kedvelek. Szegedre, Istenem, miért kezdve a bőgnek? Miért úristen? Te csak úgy csinál. Csak, hogy néz ki a lomás nagyon, mint te? Úgy csinál, hogy mit? Ja. Eljött a vége, itt vagyunk a végpontnál, bölcsesség ideje. A beat amúgy tetszett, volt egy kis reggaeton vibe-ja, ugye? Fú, azok a spanyol szavak. Az úgy gyilkoltak. Ez egyáltalán nem volt cringe-omú. Tényleg nem cringe-eltem. Kurva jó. Igazából így a, tudod, az ilyen, tehát az ének hang, meg így a zene, hát az nem profi. A beat az jó nagyon, csak hogy érted, így nem vagy zenészes, de szerintem így... Hangulatilag kurva jó. Ja. Vicces. Ez nem van egy-két jó ötlet, ez a bulis, a Office Barbie, ez is egy jó gag. Úristen! Kurva jó! Én sem tudom megkezdve. Annyira édes vagy! Én most erre nem is tudom, erre... Én nem tudom megkezdve. Mint erre számítottad, mert erre vagyok színi. A videoklip szerintem nagyon jó, meg a B-roll is. Az hogy van magyarul a nézőknek? Hát, vágóképek, aha. Azt hiszem. Nekem a klip amúgy jobban tetszik, mint a maga a szöveg, meg a zene. A klipben nagyon sok energiát fektettünk, hogy kompenzálja az, hogy például nem vagyunk annyira tehetségesek. Van már egy ilyen ironikus felhang. Meg hát így jól fel volt építve a személyiségedre, a veganizált könnyek, azt tetszett. Pont kellemesen és ízlésesen volt cringe. Az én ízlésem lehet, hogy elviselt volna még egy kicsivel több cringe-t. Szóval azt mondod, hogy ahhoz, hogy ez igazán ilyen trash legyen, túl kevés a cringe-ben? Jaj, ne értsd fel, ez kibaszott, hogy trash volt. Hallé, nem számítottam ilyenre. Azt hittem, hogy valami szart így ide raktam. De hogy nagyon jó volt. Nem tudom, az ilyen diss-track volt, vagy... Hát volt benne egy kis saját magam disszelés. Igen, én ezen gondolkodtam, hogy általában mást szoktak. A hangod az a totál átletalakítva. Igen. Szerintem ez az autotune, ez egy ilyen köd. Ugye nincs is amúgy, csak így, ez egy nagy sztár. Nagyon jól rájátszatok erre a cuki kislányre, vagy nem tudom, ilyen tónusa van az egésznek, ilyen tónusod van, és így ilyen kis játékos, ilyen kis cuki. Szerintem ugye a zene is jó, ugye amikor a szöveget nem néz, ugye nem. Én sokkal, azt hittem, hogy így fogom nézni, hogy... Ja. De amúgy egy picit rosszabbra számítottam. Akkor jó! Na ez egy igazi reakció videó. Hát annyira örülök, hogy ez most kamerán megvan. Lehet nem. Hát grat. De amúgy jó. Hát találkozunk Dancsónál. Ne. Ez most rajta van a gépemen, ugye? Igen. Mindig meg tudom nézni. Szopi! Buliba megyek! Vamos! És most jön a második turnus, amiben részt vett Marian és Clauton. Na, nem tudok csettinteni, Dick. Rompi, szintén az egyik legjobb barátom. Béla, keresztapukám. Ducsi, az egyik legjobb barátom, aki részt is vett ebben a dalban, tehát neki, nálam még izgalmasabb lesz a reakció, még se a dalt nem hallotta, se a klippet, annyira nehéz volt. Semmi nincsen. Már ilyen 5-6 napja kijött a dal, de sikerült elkerülnötök. Elállítottuk, mint a ninzsák.
A létezéséről se tudtál 5 perccel ezelőttig. Nem. Ugyanúgy, hogy a többiek, ő sem, nem is hallott, egyszer a szöveget azt hiszem láttad, de még nem hallottad egyáltalán a dalt, és nem látta a klipet. De ez amúgy nagyon izgalmas, basszi. De most elkezdtem úgy izgulni. Még egyszer. Várjál, itt mit kéne mondanom? Ja, amúgy ezeket a részeket vág ki, lesznek benne ilyen random fasságok. Azt mondtad érintőképpen, ilyes? Elkezdve a monitort ilyen. Dori! Az érintő. Békés karácsonyt, békhalak! Bár ez olyan, mint valami rossz, deep, rock banda. Jaj, mint az anyukám. Videóklip indul. Akkor mehet? Hát mehet? Én is ilyen izgulom. Mehet? Na, akkor indítsuk. Oké, megy. Típ sötét táj. Eddig jó? Ez eddig jó. Wow. Korán keltetek. Korán keltetek. Nagyon korán keltünk. Gyerünk, Dóri, szedd szét. Ez kurva jó. Ezt gyakoroltad ezt a menő fejed? Wow. Júfi. Hát ez így fogom rögni. Buffalo szponzor. Itt fog elcsesződni. Eddig elindult, elindult. Gondolj, hát ilyen valami gangsterzenés, egy ilyen tíz éves kiugrik a bokorból. Három éve égető a vágy, sokan gondoltátok már, ez az opic barbitám, vagy a furcsa vegán lány, sokszor beszippant a láz, már-már porig a láz, göndörhajú lány a színpadon áll, ne tétovás. Utálod, ha azt hiszik, te vagy opic barbit, mégis zenét csinálsz, te ezt hova tudod rakni, ej. Mindenki felfogta magas vagy nagyon. Mi az, ez nagyon jó. Fast fashion nyomjad, azt hiszed zöld vagy, veganizált könnyeid a földre potyogat. Végdori kosarazik. Én kosaraztam 5 évig. Ezt tudom, ezt mindig elmondod. Én még nem hiszem el. De. Én mit nem csinni? Jaj, ez olyan hideg tépös. Ó, de csíz benne van. Autotune on fleek. Ez jó, ez jó. Dóri és a kis kajácskája. A Dóri tökéletes vájcsik, tehát annyira az. Úristen, hát ez jódik. Borzalomba fogyom. Amúgy nekem nagyon tetszik így tisztán is a hangod. Fura ez, hogy ennyire autotune-olva van, de egyébként fun, meg extra, meg ettől leszem különleges, de ez jó a hangod is, simán is, szóval it's fine, bitch. Amúgy jó, tetszik. Ezt nem fogtam előtt. Mi a fraj? Úristen, de creepy, Jézusom! Wow! Tényleg ilyen a Dóri. Hogyha hívjuk, mindig ott van. Nagyon jó lesz. Úristen, Dóri, nekem ez elsőszem neked, hogy tetszett. Tehát, hogy így, főleg, hogy nem tudom, ne érts félre, de nem vártam volna, hogy ennyire jó lesz. Ne, ennyi volt! Ennyi volt! Nagyon Úristen. Jó volt! Tök jó, szerintem. Köszi! Úristen, Dóri, ez gold volt! A kedvencem a fejed, amikor a kosarat szed be, vagyis végig jövő. Mi zsirálj! A buliban megyek! De
meg azért sem tökéletes, mert teljesen azt mutatja be, amilyen vagy. Ez az a rész, amikor még aludtunk a Marcival, mert... ilyen kis trés, vagy ilyen kis... Tudod, mint én csinálnám, egy olyan színvonalra gondoltam. De ez sokkal extrább volt. Úristen, ez most úgy hangzik, mintha így nyalni akarnék, de egyébként amúgy rohadtul nem, azért mondom, tényleg tetszett. Tehát, hogy extra. Tetszik, baszki. Vicces. Én el van torzítva a hang, és te refél, ez nagyon jó. Amikor mondtad, hogy milyen szar lesz, meg ilyesmi, akkor azt mondom, hogy nagyon cringe lesz. Én egyetlen cringe-eltem rajta. Én azt hittem, hogy egy a klipnek a hangulata is nagyon jó. A szám is. A furcsa, hogy ugye vicces is, meg néha meg olyan komoly. Tehát igen. Mint össze lenne mixelve. Tehát, hogy néha... Egy paródia, meg egy rendes. Tehát néha az az érzésed, hogy fú, ez egy teljesen komoly. Igen. Néha meg, hogy most akkor ez teljesen vicc. De egyébként rohadt vicces volt, és a szöveg is nagyon-nagyon tetszett. Az is nagyon tetszett, hogy ilyen spanyol szavakat beleraktatok. Meg amikor megetettek fűben, az jó volt néha. Ha volt olyan érzésed, hogy ez teljesen komoly? Hát voltak olyan pillanatok. Szerintem főleg az ilyen szöveges részek, ahol úgy jól nyomtad. Ilyen bodyguard. De ez egy két másodperces jelent, hogy föl se fogja az ember, hogyha ezt így nem mondod. Vagy legalább szerintem. Hallod, ennél nyugtatóbb szavakat nem is mondhatnál konkrétan. Tudom, ezt előre megírtam. Képest, hogy beharangoztad szerintem, hogy... Igen, rosszabbnak harangoztad be, mint amit. De lehet, hogy csak azért, hogy így lőtte be, hogy így elhitesse velünk, hogy milyen rossz lesz, és rossz képet. Eski, még nagyon rövid, mennyi? 4 perc. De az rövid. Hát 3 perc. De olyan jó, Dóri, hogy én leszerződtetnélek. Jó a vágás, és nagyon jó a Marci megcsinált az alapot. Iratkozzatok fel Dórira, meg rám is, meg miért ne? Self-promo, shameless self-promo. Dóri, ez nekem tényleg nagyon tetszett. Ezt tudni megnézem még ezeket. Jó, jó vagyok rá. Mi lehet a folytatás? Nagyon jó. Valami következő. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, csekkoljatok le mindenkit, aki reagált, nagyon szépen köszönöm nektek, szeretlek titeket, nagyon jó így összevágva látni, hogy mennyi ember van az életemben, akit nagyon szeretek, és tényleg találkozunk a következő videóban. Ezt a nyomjad, azt hiszed zöld vagy, legalább szerkenyeid a fel, ne potyoglak.